épületeink villámvédelméről lesz szó. Tehát a villámvédelem azért nagyon fontos, mert ha a villám belecsap az épületbe, hát könnyedén tűzproblémát okozhat, és ezért meg kell oldani azt, hogy a felfogó árboccal kezdve az egész épületen végig vezetett felfogó és levezető hálózat készüljön. És ezt a hálózatot, ezt a villámvédelmet időszakonként ellenőrizni is kell, tehát nyilván családi házna ez kevésbé szokott bekövetkezni, vagy ritkában, de mindesetre egy másik épületnél, irodaházna vagy társasházna külön rendszere van, hogy ezeket milyen gyakran kell ellenőrizni, és külön villámvédelmi jegyzőkönyvet készíteni. Tehát ennek a földelésétől kezdve a vezetékileg az összes összekapcsoló elemeig, annak meglétéről, felfogó árboc helyzetétől kezdve, mindig kell foglalkozni a villámvédelemmel, egyszerűen azért, nem csak az épületeink védelme érdekében, azért is, hogy éppen ott benn milyen eszközök mennek tönkre, amennyiben belecsap az épületbe az ára, a villám. Tehát a hálózaton lévő műszaki eszközök, legyen a számítógép, tévé, mosógép, az mind-mind veszélynek vannak kitéve az esetben, hogyha nincsen megfelelő villámvédelem, és különféle túlfeszítések szabályozók beépítve, de minden esetre ezeket külön elektromos és villámvédelmi szakemberekkel, tervezőkkel bevonva kell végig gondolni minden egyes épület esetén. Különféle fokozatai vannak persze ennek, mert nyilván egy irodaház egész más, mint egy családiház, de minden esetben szükséges és kell villámvédelmet létesíteni egy adott épületen, pláne az, ha egy olyan helyzetben van, egy olyan potenciálisan villámnak kitett helyen van, és kellően magas a többi épülethez vagy tereptárgyhoz képest, ott meg pláne. Tehát figyeljünk erre, hogy a villámvédelem igenis fontos minden épületen, és ezeket a fedésekkel, a különféle tetőfedő elemekkel összehangoltan kell elvégezni, beépíteni, kitalálni, megtervezni, hogy ne ezek okozzák aztán a beázási pontokat, ahol a villámvédelem rögzítve van, hanem rendszerként egyben kitalálva létesüljenek ezek a villámvédelmi elemek.